Újabb örömünnep volt hétvégén Michelinben. A Kozár Michelin SE U22-es csapata a BBSC Balatonboglár ellen zárta MB2-es menetelését. A baranyai csapat már bajnokként fogadta a vendég együttest, a találkozónak mégis volt tétje, a tavaszi veretlenség megőrzése. Ez sikerült is, nem is akárhogyan. 42-15-re győzött Gyulai László csapata. Hát én azt gondolom, hogy ugye szokták mondani, hogy minden győzelem minden annyit ér, amennyire megünneplik, és azt gondolom, hogy ez az egész ünneplés, ez az egész itt semmi másról nem szól, mint az, hogy amennyit dolgoztak ezek a lányok ezért, hogy ma ünnepelhessenek, úgyhogy nagyon-nagyon megérdemlik. Holnap még van egy nagyon komoly neka meccsünk, ott is próbálunk tisztességesen nyilván a lehetőségeinkhez mérten helytállni, és folytatunk el ezt a munkát, amit megkezdtünk most már immár 3 éve, mert a cél, a végső cél, nagyon szépek ezek a győzelmek, de az, hogy minél több helyi nevelésű michelini kézilabdázó jelenjen meg a felnőtt csapatba, segítsék a vezetőedzőnek a munkáját is. A lefújás után előkerültek az ez alkalomra készített pólók, a pezsgők, sőt a lányok külön tánccal is készültek, megköszönvén a szurkolóknak az egész éves biztatást. Héten belül két érem osztó, két kiváló csapat olyan helyezést értek el, és történelmi jelentőségű a dátum megint. Tehát meg Kozár Michelin sportjában megint olyan történelmi tettet vittek véghez a sportegyesületnek a sportolói, a lányok, a kézilabdáról beszélünk, az NB1-be történetünkben először bronzérmet szereztek a magyar második vonalban, és az NB2-es lányok bajnokságot nyertek. Tehát most olyan faramúci helyzet is adódhatna el, hogy kettő NB1-bés csapatunk is lehetne akár, de hát hála Istennek ugye a gyerekek utánpótlás feljön, de ugye ezt ugye maga az érintettek jobban tudják, nekünk csak örömöt szerez. Tehát egy valamit nagyon fontos megjegyezni Kozár Michelin életében. Kozár Michelin és a sport elválaszthatatlan. Látszik, hogy ennyi sportol, ami az egyesületnél van, összességében, illetve a sportkluboknál, amik működnek a város területén, több mint 600 sportolóról beszélünk. Sőt, kimelem mondani, hogy inkább 700-hoz közelít, mert maga a kézilabda szakosztályjátékosai, a kosárlabda és a futballban több mint 700 gyereket mozgatnak meg. Nagyon nagy munka, nagyon nagy elismerés az edzőknek, a vezetőknek, hogy ekkora, gondoljunk el, 700 főt megmozgatni ezekbe az intézményekbe. Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ilyen intézményeink vannak, ilyen létesítményeink, és ugye azért kell tovább együtt dolgozni a civil szervezetekkel, az összes többi egyesülettel, hogy Kozár Michelinnek az egységét újra azt mondjuk, hogy Kozár Michelin egységes, erős és egységes, és visszük tovább a jó hírét így együtt a sportolókkal, a civil szervezetekkel és azokkal az emberekkel, akik ezt cipelik, önzetlenül is fölépítették. További sok sikert kívánok hozzá, és nagyon örültem, hogy itt lehettem, és az elnök úrnak további sok sikert kívánok. És nagyon-nagyon szerencsés az elnök úr, hogy ilyen játékosokat, ilyen gyerekeket neveltek ki. Hát én egyszer a múltkori mérkőzésre csak véletlenül jöttem át itt a küzdőtéren, és az egyik kézilabdás lány ugye megsuhintott egy labdát, mondom, te atya úristen, fiatalságban ekkora erő, ekkora dinamika. Hát az eltalál engem az a labda, és akkor 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedtem volna. És ma megmutatták megint csak ezek a gyerekek, ugye azt lehet mondani, hogy szinte tét nélkül, mert már ez a bajnokság megvolt. A szegény ellenfele sajnálom, mert ugye a lányok ma fináléztak, gáláztak, és közel
30 góllal dobtak többet majdnem, mint az ellenfél. Tehát további sok sikert még egyszer is, örülök, hogy részese lehetek neki, és reméljük, hogy sokáig fog ez így menni ebbe a városba. Ilyen sikerek után csak elégedetten állhatott kamera elé az egyesület elnöke. Kozár Miskolc sportvárosa, van ennek egy kézilabda szegmense is. Én sportegyesületi elnökként hadd emeljem ki azt, hogy nem csak a kézilabdáról szól, nagyon eredményes kosárlabdánk van, egyre megújuló és egyre eredményesebb lesz a labdarúgás is. Külön öröm számomra, hogy nagyon sok olyan civil szerveződést látok a városban, ami gyakorlatilag én kimerem jelenteni, annak köszönhető, hogy a sportegyesület versenysportja nagyon magasra tette a lécet. Nagyon sokan akarnak sportolni, mozogni, egyszerűen csak egy-egy jó TRX edzés, egy kondi edzés, elmennek futni, úgyhogy nagyon, nagyon boldog vagyok, hogy ezt látom. Még egyszer mondom, az, hogy itt mellette a kézilabda ilyen szintre tudott emelkedni, természetesen a szívemet még jobban megdobogtatja, hiszen ez a sportág áll hozzám legközelebb, de mint Kozár Miskolci lakos, mint sportszerető Kozár Miskolci lakos, én annak ülök, és attól igazán boldog, hogy ez a város, ez mozog, ez a város, ez él. Nagyon sokan sportolnak, és ahogy a polgármester is mondta, Kozár Miskolc neve az összefonódott a sporttal, és büszkén vállalhatjuk, amit mi már hosszú évek óta mondunk, hogy Kozár Miskolc sportvárosa. Legyen rá büszke mindenki, legyen büszke mindenki erre az eredményre. Az érmeket Varga Sándor, az Zala megyei kézilabda szövetség elnöke adta át, aki nem mellesleg a TAO bizottság tagja. Én azt gondolom, hogy a TAO az segítette elő azt, hogy különböző kis helyek, pénz nélküli helyek el tudjanak jutni, utánpótlást tudjanak nevelni. Azon kívül pedig én azt gondolom, hogy a TAO segítségével nagyon sok létesítmény jött létre, ami alapja. Mai világban már bitumenen nem játszanak, és TAO pontosan erről híres, hogy országos programban csarnokokat, munkacsarnokokat épít és ezt finanszírozza. Egy kicsit megijedtünk a év elején, amikor limitálták a TAO dolgot, de hadd mondjam azt, hogy szerencsére győzött a Jobbikén, és úgy néz ki, hogy ugyanannyi pénzt jut a magyarországi kiemelt kézilabda sportágra, mint előző évben. Én úgy gondolom, hogy ebben a Kozár Miskolc nagyon jó pozícióban van, és én úgy gondolom, hogy ők nagyon jól használják ki ezt a pénzt. Szép volt, csajok, hajrá Miskolc!